az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Amerika legkésőbb az első világháború óta a demokrácia exporttal és a világ béke megteremtésével magyarázta külpolitikáját, amivel valójában a saját érdekeit érvényesítette. De hogyan szolgálta a világbéke eszménye az Egyesült Államok informális birodalmának építését? Milyen válságokkal kell ma szembenéznie? És lesz-e negyedik Pax Americana? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Glant Tibor, Amerika szakértő, aki szerint az amerikai birodalom válsága korán sem annyira súlyos, mint amilyennek a média azt láttatni akarja. Az Egyesült Államok a klasszikus birodalmakhoz képest informálisabb birodalmat épített ki, de Washington ugyanúgy minden rendelkezésre álló eszközzel érvényesíti az érdekeit a világ különböző pontjain. Ezt már Magyarics Tamás mondja. Csatlakozik hozzánk Erdélyi Rezső Krisztián, aki úgy látja, Washingtonnak a 21. században olyan körülmények között kell helytállnia, ahol már nem korlátlanul ura a világ politikai folyamatoknak, és belső konfliktusok is lekötik erejét. És velünk lesz hoppá búcsú filozófus, aki úgy véli, az Amerikai Egyesült Államokat önmagában és önmagából kell megérteni, mert Amerika szellemi exportja egyoldalú. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Egy nagyon éles állítással kezdem. Mégpedig azzal, hogy úgy tűnik, hogy a 2010-es évekig az Egyesült Államok az gyakorlatilag a megoldása volt a világ problémáinak, azóta mintha a forrása lenne. Tudom, hogy éles az állítás, de azért kíváncsi vagyok a véleményeteket. Tamás, kezdjük veled. Igen, a klasszikus megfogalmazás egy norvég történésztől ered, amit később amerikaiak is átvettek. Az amerikai birodalom egy jótékony birodalom volt, és egy meghívásos birodalom volt a II. Világháború után. Stabilitást teremtett, úgymond a nyugatot felépítette, és itt nem csak Nyugat-Európára gondolok, hanem Japán, Dél-Korea, tehát ilyen tágabb értelembe vett biztonsági struktúrákat épített ki, NATO-tól kezdve az Anzuszék, Szeátó, ugye ez a Paktománia az 50-es években, és valóban egyfajta stabilitást ért el. Persze ez, mondjuk, hogyha Argentinát is belehozzuk, akkor kettő kell a tangóhoz. Tehát a Szovjetunió is bizonyos mértékben partner volt ebbe az egész kérdésbe. Hát köztudott, hogy nagyon sokat beszélünk az úgynevezett proxy háborúkról, gondosan kikerülték a nagyhatalmak vagy a szuperhatalmak egymás, Vietnámba, Nicaragua, Afganisztán és különböző helyeken. De minden esetre az Egyesült Államok valóban pozitív szerepet töltött be, és sokan úgy gondolják, hogy az Egyesült Államoknak, hát nem azt mondom, hogy egyfajta tragédiája, mert még nem tartunk ott, hogy versenytárs nélkül maradt. Tehát, hogyha valaki versenytárs nélkül marad, akkor hajlamos mondjuk kicsit túlzott a saját szemvegén keresztül nézni a világot, és esetleg visszamenni odáig, hogy mondjuk Jeffersonig és sok mindenki másik, hogy az egész világot a saját képére próbálja formálni, mert nincs az, aki adott esetben ellensúlyozza, kivéve természetesen a puha ellensúlyozások vannak, de hát én nem is a 2010-es éveket mondanám, hanem egy kicsit korábban, tehát amikor a neokonzervatívok az ifjabb Bush alatt megpróbálták exportálni az amerikai demokráciát, egyfajta ilyen gyors segéd, vagy ilyen egészségügyi segédcsomagként kezelték azt, hogy egy adag parlamentarizmus, egy adag sajtószabadság, egy adag az, és akkor Irakban, Afganisztánban és mindenhol máshol egy Jefferson demokrácia lesz, ami hát nyilvánvalóan nem valósítható meg. Tehát az volt, azt hiszem, hogy az a pont, amikor az amerikaiaknak ez a pozitív szerepe megkérdőjeleződött legalábbis a világon. Búcsú, szerinted? Nem kell félni elsősorban a birodalomaktól, ez legyen a kiindulási pontunk szerintem. A másik meg az, hogy
hogy az amerikai békében, a Pax Americanában mindig benne volt egyfajta ilyen küldetéstudat. Nem 2000-es évek, nem 2010. Tulajdonképpen folyamatosan jelen volt, ami mögött van egy nagyon erős bibliai, igazából pietista háttér van benne, ami visszamegy egészen az angliai, mondjuk azt a nagy-britanni gyökerektől megy vissza az Egyesült Államokon keresztül. Jó, de egy ideig azért ragaszkodtak a kontinenshez, esetleg a Csendes-óceán irányába mozdultak el. És most már az egész világot akarják. Nem lejátszott meccs, tehát a történelmnek is van egyfajta dinamikája, birodalomnak is van egyfajta dinamikája, békéknek is van egyfajta dinamikája. Nem hiszem azt, hogy kihívó nélkül állna most az amerikai demokrácia. Kína, India, Oroszország, ezek azért birodalmak, és mindenképpen tekintetbe kell ezeket is vegyük. Na most akkor viszont itt azonnal felvetődik egy kérdés. A birodalom, a másik birodalom, a kihívott fél, vagy pedig a demokrácia export az, ami meghatározza? Hát a tartalma, az biztos. Tehát attól mondunk valamit jónak vagy rossznak, hogy mi lesz a tartalma. Ugye amikor ott vagyunk a második világháború után, és itt a Közép-Európa régióból tekintünk az Egyesült Államokra, akkor azt gondoltuk, hogy ez a demokrácia, meg az a fajta szabadság, az milyen fantasztikus és milyen jó, és ezt mi akartuk. A rendszerváltoztatás után, mintha megfordult volna ez kicsit az értékelésünk, mert észrevettük azt, hogy talán mást kapunk, mint amit mi vártunk igazából. A létező szocializmus és a létező demokrácia közti Szerintem a magyarság számára, és illetve az európai térség számára, és a rendszerváltás egy sok élmény volt, és másképp, hogyan került ki belőle. De visszatérve arra, hogy mi az, amit vártunk, és mi az, amit kaptunk, most azt veszem észre, hogy Amerikával kapcsolatban ilyen negatív felhangokkal beszélünk, és azért, mert igazából Amerikának rossz a kulturális exportja. Abban az értelemben, hogy minden, ami kulturálisan nem európai, nem európainak gondolok, azt, hogy megkapjuk, és tulajdonképpen az amerikai demokráciának a leglényegét, azokat a fajta tényleg valós értékeket, azokat nem igazán kapjuk meg. Ezért van egy ilyen negatív attitűd az Amerikai Egyesült Államok felé. De ez szerintem nem megalapozott, és ennek kell a mélyére menni. Tibor? Ez nagyon érdekes volt. Egyet értek alapvetően, tehát én is azt gondolom, hogy az Egyesült Államoknak például ma Magyarországon sokkal negatívabb a megítélése, mint ami ennek lennie kéne. Ezzel nem vitatkozom. Azonban mégiscsak van egyfajta kicsit nyers birodalmi hatalomgyakorlás, amire a magyar társadalom nagyon érzékenyen reagál. És azt gondolom, hogy ez azért nem teszi teljesen indokolatlanná az Egyesült Államokkal szembeni növekvő fenntartásokat. Tehát azt gondolom, hogy itt nem lehet bábkormányokat építeni, meg mit tudom én micsoda, tehát ez nem így működik. Értem, hogy az ő birodalmi gondolkodásuk egy picit ilyen, hiszen ezt csinálták a világon mindenütt, hogy kerestek egy helyerőt Diem Dél-Vietnámba, Ahmed Karzai Irakban, hogy mondjak 250 év különbséggel, de ez nem így működik. És a magyar társadalom, mivel megtanulta az ehhez kötődő kettős beszédet a szovjet érában, ezért rendkívül erős a szenzora erre. És ez rossz vért szül, akárhogy is vesszük, ez mégiscsak szembeállítja a közvéleményt az Egyesült Államokkal, pedig egy csomó értelmes dolgot is csinálnak, rengeteg jó dolgot csinálnak, legyünk őszinték, hát ott vannak az amerikai kuckók, ami egyfajta gyülekező helye, például Debrecenben azoknak, akik angolul akarnak beszélni, akár expatok, tehát amerikaiak, akik ott élnek, külföldi diákok, magyarok, egy ezer jó dolgot csinálnak, de a politikai hajcihő az alkalmanként azért elviszi a fókuszt. Tamásra reflektálva, egyetértek abban is veled, hogy valóban 2000-es évek elején indul el, viszont ott az Egyesült Államoknak van nagyon kemény erkölcsi tőkéje a szeptember 11-i terrortámadások miatt. Tehát ott azért az valamilyen szinten ellensúlyozza a fenntartásokat, vagy én úgy érzem legalábbis, hogy sokáig ellensúlyozta a fenntartásokat, és utána az egésznek adott egy pozitív löketet anno Obama megválasztása. Tehát értem a narratívát, amelyik azt mondja, a 2010-es évek elején fordul át. Nem vagyok benne biztos, hogy
annyira komoly kihívója. Tehát értettem azt a kérdést is, de ott is hozzátenném, hogy mit tudom én, egy Kína, egy India nem tud demokratikus alternatívát, tehát érdemi politikai alternatívát nyújtani az Egyesült Államokkal szembe. Ha az emberek a között választhatnak, hogy szabadok legyenek, vagy egy indiai típusú kasztrendszerbe éljenek, és beleszülessenek egy adott kasztba, akkor azt választják, hogy szabadok, vagy szabadabbak lehessenek. Jó, ez van. Sem Kína, nem ajánlja, igaz, sem India. Tehát a birodalmi kihívás az ebből a szempontból érdekes, és nincs katonai kihívó. Azért az igazi birodalmi kihívás mégiscsak egy katonai kihívás lenne, nem? Tehát nagyjából mondjuk, hogyha hát Kína megpróbálna rátenyerelni Tajvanra. Azért a flotta tüntetések. Tajván erre igen, egy erről példa. Beszélek, hogyha Kína konkrétan megpróbálja a katonai erővel elfoglalni Tajvant, az igen. Arra azt mondom, hogy van kihívó. Krisztián? Rettenetesen nagy szerencséje volt Amerikának sokáig. Azért volt szerencséje sokáig, mert ténylegesen lehetett választani. Tehát, hogyha valaki kritizálta az amerikai rendszert, hogy épül fel az amerikai demokrácia, mik az amerikai demokrácia hiányosságai, akkor azt lehetett mondani, hogy igen, értem, hogy minket nem szerettek, de ott van a másik oldalon a Szovjetunió. Őket akarjátok? Azt a fajta totális elnyomást akarjátok, ami a Szovjetunióban van? És ezek után már sokkal könnyebb volt az Egyesült Államokhoz igazodni, és sokkal könnyebb volt elfogadni az Egyesült Államoknak a tetszik, nem tetszik, de elsőségét katonailag, gazdaságilag, mindenféle szintéren. És most pedig azok után, hogy megtörtént a rendszerváltozás, és nagyon sok tekintetben, vagy nagyon sok országban demokratikus folyamatok mentek végbe, most pedig azért van szerintem sok helyen negatív megítélés az Egyesült Államoknak, pedig nem kellene, mert valóban... Nem jogos? Nem feltétlenül jogos. Azért nem feltétlenül jogos, mert az a típusú demokrácia, ami ott létrejött, az nem mindig látszik mondjuk Európából, viszont Európából is látszanak azok a vadhajtások, gondolok itt az LMBTQ ideológiára, meg nagyon sok más egyébre, amik alapján viszont azt mondják, hogy igen, mi értjük, hogy a ti történelmetek arra alapul, hogy, de mi történik ma? Megpróbáljátok kiirtani a saját kultúrátokból a keresztény gyökereket. Megpróbáltok társadalom alatti kisebbségekre hivatkozva a többségnek a szavát ellehetetleníteni. Tehát tényleg olyan jellegű érzékenyítésekre, vagy olyan jellegű társadalmi kisebbségekre hivatkozva érzékenyíteni a többséget, ami már túlmegy a normalitásnak, vagy a realitásnak a talaján. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az átlag amerikai az abóvó elutasító lenne mindenféle kisebbséggel, csak egyszerűen nem gondolom azt, hogy olyan országban akar élni akár egy átlag amerikai, akár egy átlag európai, ahol a kisebbségek jogai vannak felülreprezentálva a többségnek a jogai felett. És ezért mondom azt, hogy nem jogos Amerikának a negatív megítélése. Azért nem jogos, mert ez nem Amerikának a problémája, hanem ez az amerikai demokráciának, ha úgy tetszik, a vadhajtásai, és mi ezeket látjuk, és ezek alapján ítéljük meg negatívan az Egyesült Államokat. Az más kérdés, és ebben nagyon nagy igazság van, hogy van már egyfajta, nem azt mondom, hogy eltúlzott birodalmi arrogancia, mert ez így nem lenne igaz, de hogy erősebben látszik az, hogy ők nyomást akarnak gyakorolni a bizonyos országokra. Most nem akarok belpolitikai példákat hozni, de amikor az amerikai nagykövet felül a parlament karzatára nézve, hogy elfogadjuk-e a svéd NATO csatlakozást, azért az inkább helytartónak tűnik, mint nagykövetnek. És ezek az okok lehetnek azok, amik miatt negatívan ítéljük meg az Egyesült Államokat. Na, de nem lehet az, bocsánat, Tamás, csak abszolút egy apró hozzáfűzés. Tehát nem lehet az, hogy pont azok a minoritások által dogmává emel dolgok, amelyek tulajdonképpen már a szólás, a sajtó, a vélemény, és még lehetne sorolni, mennyi szabadságjogot sértenek, pont azok kérdőjelezik meg az amerikai demokráciát, és nyilván ezeket látjuk, mert ezeknek van a globalizáció által a legnagyobb sajtó nyilvánossága, de pont ezekbe is gyűrűznek Európába, és ugyanezeket a problémákat kezdjük megélni mi is. Vagy látni adott esetben mondjuk az Unióban. Igen, én bizonyos mértékben rossz politikusként kérdés olyan jó, de én azt mondom még csatlakozva a korábban mondottakhoz, hogy az amerikaiak és ez az új fajta amerikai látásmód, ami sajnos az egyetemeken elterjed, ugye a történelmet megpróbálják átírni
illetve nem tanulmányozzák. És igaz, hogy egy nagyon divatos könyv jelent meg nemrégen, ez az Ellison-féle könyv Kína és Egyesült Államok kapcsolatáról, hogy hát itt ez a tüküdítészi csapda, de az amerikaiak esetleg tanulmányozhatnák a Déloszi Szövetséget, és itt valamelyikünk mondta, hogy egy szemgel Tibor, hogy egy ilyen közömbös hatalom van. Na most ott pontosan sokan a görög városállamok közül a közömbös pártát választották egy olyan Athénnal szembe, amelyik exportálni akarta a saját maga által definiált demokráciát. Tehát azért tanulhatnánk a történelemből, bár hát vannak kétségeim, mert újabban úgy tudom, hogy még európai uniós irányelvek is szeretnék ilyen semmiségeket kizárni, és különböző ilyen kisebbségeknek a történelmére fókuszálni, ahelyett, hogy valóban megnéznék azt, hogy mi történt, és ne kövessük el még ezt a hibát. Az értékeknél pedig annyit szeretnék még mondani, hogy az amerikaiak által vallott értékek, és amiket mi kívülről hosszú időn keresztül követendő értékeknek tartottunk, azok kezdenek eltűnni. Tehát lecserélik az értékeket, és ahogy szokták mondani, mi nem ehhez az Európai Unióhoz akartunk csatlakozni, mi nem ehhez az Egyesült Államokhoz akartunk csatlakozni, hanem egy 30-40-50 éve ezelőttihez. És hogy jutottunk ideig? Tibor, te írtál három Pax Americana. Pontosan erről akartam beszélni én is, hogy az Egyesült Államok 1945 és 50 között nagyon más, mint 1980-ban, 89-ben, 2010-ben vagy 24-ben. Tehát nem az USA van, mint olyan, vagy nem az Egyesült Államok van, hanem az az Egyesült Államok, amelyikkel egy időben létezünk. Az, hogy a magyar percepcióban a velünk egyszer létező Egyesült Államokról szerintem egyetlen egyszer nem volt reális képünk, talán az előző századfordulón, amikor az utazási irodalom nagyon dívott a két világ kiállításokán, de azon kívül mindig is torszki, mindig is egyfajta részben idealizált, részben múltban gyökerező képünk volt az Egyesült Államokról. Úgy pedig nagyon nehéz együtt élni egy domináns birodalommal, hogy nem értjük. Amire Krisztián hivatkozott a nagykövet úr megjelenése a parlamentben, de ez azt mutatja, hogy ők sem értenek minket. Úgy nagyon nehéz, hogyha nem igazán teszünk kísérletet arra, hogy megértsük egymást, igazán megértsük egymást, mert abból nincs beszélgetés és párbeszéd. Visszacsatolva még egyszer arra, amit Krisztiánék is mondtak, azért az amerikai demokráciát ne becsüljük már alá. Tehát az alapvető emberi jogaink az ő alkotmányos rendszerükből jönnek, a gyors és tisztességes bírósági eljáráshoz való jog, a nincs túlzott büntetés, a törvények előtti egyenlőség, ez mind az ő alkotmányos rendszerükből, és ezeket kőkeményen veszik. Én nem, jó, most vannak erre furcsa példák, elismerem, tehát a legutóbbi New York-i Trump-al szembeni ítélet az felvett. Vagy a Biden család esetében a sajtóeljárások és minden egyéb azért az eléggé kérdőjelesé teszi. Igen. Bár az elv kétségtelenül létezik. Az elv létezik, és az elvet nyilvánosan számon is kérik. Tehát én azért látok olyan cikkeket, ahol számon kérik akár az adott New York-i bírón is, hogy mégis mi történt. Látok erre olyan reakciót, hogy New York-i ingatlan ügynökségek bejelentették, hogy akkor mennek az államból. Tehát van reakció, mint ahogy a Harvardon is arra az elmebeteg antiszemita levélre, amit a diákok összeírtak, hogy a izraeli apartheid állam a felelős az erőszakért, meg mit tudom, micsoda. A New York-i cégek azonnal írták, hogy akkor küldjék már ezeknek a diákoknak a névsorát, meg őket nem alkalmazzuk ügyvédirodába, jó napot kívánok. Tehát az amerikai társadalomnak is megvan egy egészséges önvédelmi reflexe. Csak mivel ez nem látványos, és nem szól akkorát, mint egy őrült hír, ezért sokkal kevésbé kapjuk akár az amerikai médiától is. És így még egy szűrőn keresztül kapjuk a híreket. Egy másik problémának tartom, azt is abba hagyom akkor, hogy de már a média sem arról tudósít, ami történik. Tehát azért a mai amerikai média világa össze nem vethető mondjuk a 2000-es, 2001-es évek média világa. Nyilván, amikor a vélemény válik híré és a vágyvezérelt újságírás lesz a mainstream, onnantól kezdve azért elég nehéz a tényeket kihámozni ebből a dologból. Búcsú. Elfogadjuk azt, hogy azért mégiscsak egy torz képünk van az Egyesült Államokról. Persze. De ennek ellenére
remélem azt is elfogadjuk, hogy közös a gyökerünk. Tehát ez egy nagyon mély európai, leginkább keresztény gyökerű történet, amiből kinő az, amit Amerikának nevezünk, amerikai demokráciának, meg kinő az, amit Európának nevezünk. De pontosan ez a történet mutatja azt, hogy ez a fajta, hogy is mondjam, ez a keresztény közeg mutatja azt, háttér, vagy nem is tudom, minek nevezem ezt igazából, keret mutatja azt, hogy ennek a történetnek a saját maga tagadása is beletartozik a történetébe. Tehát amikor viták vannak, amikor hirtelenében hangos kisebbségek megnyilvánulnak, amelyek azért teljesen világos azért hangosak, mert az egyetemet magukévá tették, akkor tulajdonképpen ezt nem bajnak kell fölfogni, még nem valami olyaminek, ami tulajdonképpen majd leradíroz az egész kultúrát, hozzátartozik a történethez. Nekünk van egyfajta feladatunk, hogy ezt megváltoztassuk, és a vitában, tulajdonképpen beszélgetésben, dialógusban az egésznek a végére egyfajta pontot tegyünk. De ez is hozzátartozik. Ez is hozzátartozik. Nagyon sokszor azt érzem, amikor ilyen közegben beszélgetünk, hogy olyan, mintha rá lőcsölnénk Amerikára mindent. Az azért van, mert onnan kapjuk. Nem, ez a mi vitánk is. Ez nagyon keményen a mi vitánk is. És egy ideig még velünk is fog maradni, biztos vagyok benne. Ez kétségtelen, ugyanakkor viszont, amit Tibor hiányolt, az empíria hiánya, tehát hogy valódi tapasztalatokkal rendelkezünk Amerikáról, az továbbra sincs meg, tehát kizárólag a sajtó szűrőjén, adott esetben most már a világháló olyan újságíróinak a szűrőjén, akik önmagukat jelölik ki újságírónak és véleményvezérnek, a szűrőjén kapjuk meg az információkat, tehát már nincs meg az, és egy picit ott vitatkoznék veled akkor, amikor azt mondtad, hogy abszolút nincs tapasztalatunk. Tehát a József Attila értelemben kitántorgott 3 milliónak a jelentős része, tehát az ábeli generáció, a Tamás Járon ábeli generációnak jelentős része visszajött, és ők valódi tapasztalatokat és pénzt hoztak Amerikából annak idején. Ezért mondtam, hogy talán az egy korszak, amikor a legreálisabb képünk volt, ott valóban 30% körüli volt a visszavándorlás. Így van, ugye, tehát nagyon-nagyon komolyan jöttek vissza. Az nagyon komoly, valóban, ezt nem vitatom. És valódi tapasztalatokat hoztak, és ezek a tapasztalatok nem feltétlenül jelennek meg a mostani fiataloknak a tapasztalataiban, vagy a szűrőjén más megy át, akik kimennek Amerikába tanulni adott esetben, tapasztalatot szerezni, dolgozni, és visszajönnek, ha visszajönnek. Ugye ezt azért érdemes hozzátenni, hogy akik ma kimennek Amerikába tanulni, ők azért alapvetően egyfajta gondolkodásmódot látnak, pont azért, amiről már szó volt, hogy azért tudnak mondjuk hangos kisebbségek lenni, mert adott esetben ők irányítják, vagy legalábbis ők vannak láthatóan többségben az adott egyetemen. Tehát, hogy teljesen más, amikor tényleg egy több milliós tömeg, akár az osztrák-magyar monarchiából, kimegy az Egyesült Államokba dolgozni, visszajön egy része, és hoz magával tapasztalatot, meg más, amikor egy sok tekintetben már eleve egy liberális gondolkodásmódhoz köthető, és még csak nem is nagy tömeg érkezik az Egyesült Államokba, és eleve egy olyan kulturális közegbe kerül be az egyetemeken, ahol erősítik benne ezt a liberális gondolkodásmódot. Tehát innentől kezdve mondjuk konzervatív értékeket ne kérjünk tőlük számon, hogy miért nem gondolkodnak konzervatív értékek mentén. Hát természetesen nem, hiszen erről szól az egyetemi világ. De a konzervatív értékeket kell számon kérni, vagy pedig a realitás érzéket és a racionalitást? Ez itt a nagy kérdés. Hát mindegyiket, teljesen világos, hogy mindegyiket. Na most a tapasztalatokról, ugye nehogy azt higgyük, hogy nem mi fedeztük fel Amerikát, jó? Tehát az európai gondolat volt az, ami vezeti azokat az embereket, akik elindulnak a semmibe tulajdonképpen. Nem tudják, hogy hova indulnak el. A legelső pietisták, akik tulajdonképpen innen mennek el. A mi gondolatiságunkat viszik el. Tehát igazából föl kell tételezzük azt, hogy mi az a drive, ami őket kivitte, mi az a hagyomány, ami őket kivitte oda, és föl kell tételezzük azt, hogy az a fajta amerikai kiválasztottság érzés, ami időről időre visszaköszön az amerikai történelemben, az megérthető annak a pietistának az imája alapján, annak a pietistának
az attitűdjei alapján. Tehát ez nem egy idegen közeg igazából, és nem is kap még 100 év után sem egy teljesen más amerikai színezetet. Az más kérdés, hogy a közeg, az amerikai közeg, ez az izolált földrajzi elhelyezkedés, stb. Ez azért megteremt egyfajta hangszínét, azt, amit amerikai demokráciának nevezzük, meg hogy tulajdonképpen évszázadokig őket senki nem támadta meg kívülről. Tehát ez egy nagyon nagy tapasztalat. De föl kell tételezzük azt, hogy jóval több a közös bennünk, mint amennyi bármikor is elválaszthat bennünket. És akkor utolsó megjegyzésem ehhez, hogy nekem meggyőződésem, hogy az amerikaiaknak, az amerikai értelmiségeknek ugyanúgy szükségünk van ránk, mint ahogyan nekünk is rájuk szükségünk. Ez rendben van, de szerintetek ez a fajta protestáns-neoprotestáns küldetéstudat, amiről te beszélsz, ez felmentést adhat az ellen, vagy az alól az olykor erőszakosan oktrajált ideológiai befolyás alól, amely megjelenik az amerikai nyomulásban? Hát nem tudom, van ez a régi csehszlovák közmondás, nem, hogy mindig annak van igaz, akinél a töltött lőfegyver van. Tehát... Jó, hát ott azért valóban az élet része. Nincs az Egyesült Államoknak érdemi ideológiai kihívója, aki alternatívát tudna ajánlani az amerikai demokráciával szemben, amiknek valóban kőkemény erős európai keresztény, zsidó-keresztény hagyományai vannak, addig egyedül vannak ezzel. Én viszont, amit az előbb mondtál, ahhoz annyit hozzátennék azért, hogy azért Európa már az 1830-as években rácsodálkozott arra, hogy az Egyesült Államok mégis mennyire más utat jár be. Tocqueville-ról beszélek, megbölönni farkasról. Tehát én azért azt is látom, hogy 200 éve létezik egy olyan narratíva is, hogy ők mégiscsak másképp csinálnak valamit, mint mi. Tehát közösek a gyökerek, ezt nem vitatják ők sem. Én tudom, hogy Amerikában mindig megy ez a szöveg, hogy nincs is keresztény gyökerek, meg hagyományok, igaz, csak rá van írva a pénzre, hogy in God we trust. Tehát lehet valóságot tagadni, igazad van, attól az még ott van körülöttünk, és körülvesz bennünket. Csak néha a mindennapi politikában megnyilvánuló, néha kicsit az embert megijesztő arrogancia az, ami szembefordítja a közvéleményt. És azért, amikor egy egyedül lévő birodalom van, nem, tehát amikor egy szólóban táncoló birodalom van, az olyan, tehát nemzetközi kapcsolatok szempontjából jó, mert minél kevesebb hatalmi központ van, annál kevesebb potenciális komoly háború van. De ez a Mearsheimer, és tudod, hogy miért fog majd hiányozni a hidegháború, mert akkor csak két központ volt, és akkor azt ajánlott a megoldásnak ilyen 91-2-ben, hogy adjunk mindenkinek atomfegyvert. Nem lett volna egyszerű, ha beveszik az oroszokat a NATO-t. Igen. Tehát, igen. Én azért azt mondjuk vezetném be az egész vitába, hogy nem egy Amerikáról lehet beszélni. Tehát sokfajta Amerikáról beszélünk. Tehát beszélhetünk, és ami általában Európában megjelenik, az a keleti part, illetve nyugati part, hollywoodi Amerika, és nem jelenik meg a dél és a középnyugat és a Sziklás-hegység Amerikája, ami teljesen más, és ott Amerikán belül is nagyon élesek az ellentétek, tehát Amerikán belül beszéltek az 50-50 társadalomról, tehát annyira megosztottak kulturálisan, társadalmilag, politikailag, vallásilag, hogy nagyon nehéz egységes Amerikáról beszélni, és hogyha valóban mondjuk az ember elmegy Harvardra vagy a Stanfordra, akkor tudja, hogy mit kap társadalomtudományok területén. Hozzátenném azt, hogy azért a természettudományi karokon azért nem szoktak kísérletezni azzal, hogy felvesznek írni-olvasni nem tudó kisebbségieket, mert azért... De azért a matematikáról már kijelentették. Igen, ez egy rasszista tudomány. Felesleges, meg azt hiszem Oregon államban az érettségizőknek az írás-olvasás már nem lesz kötelező tantárgy. Mégis applikációkkal is meg lehet oldani. Tehát amikor Amerikáról beszélünk, akkor többfajta Amerika van, és az a fajta Amerika, ami Európában megjelenik, ez a Hollywood és mondjuk New York által torzított Amerika, ami nem igazán Amerika. Jó, hát mondjuk egy anekdotikusan lehet mondani azt, hogy amikor Amerikában voltam, akkor egyik alkalommal középnyugaton, és akkor azt mondták nekem, hogy hát tudja, Amerikával baj a kelet és a nyugati part. Le kellene fűrészén belükni a tengerbe, ami megmarad, az Amerika.
igazi Amerika, és amikor az ember mondjuk New Yorkba jár, keleti partra, akkor azt mondják, hogy ó, hát le se szálljon a keleti-nyugati part között, flyover country, nincs ott semmi. Tudatlanság, a vörösnyakú farmerek, meg mindenki egyéb, és ez nem Amerika. Amerika az, ami 87 különböző etnikum, New Yorkba senki nem ért senkit, a taxisofőr ukrán, vagy éppen palesztin bevándorló, aki azt se tudja, hogy hol van mondjuk a Pető Péter Múzeum. Szóval ez is Amerika, meg az is Amerika. Tehát egy föld részről beszélünk, és ezért nagyon nehéz azt mondani, hogy mi Amerika, és azért változik ez a kormányoknál is. Tehát egy Biden kormányzat máshogy mutatkozik meg, mondjuk egy Trump kormányzat, vagy egy Reagan adminisztráció, más volt, mint egy Clinton adminisztráció annak ellenére, hogy hát amerikaiak, de azon belül azért vannak különböző eltérések. Ez kétségtelen, de azért az amerikai függetlenül a kormányoktól, vagy függetlenül a pártoktól, demokrata, republikánus, azért a külügyi irányzatok, a külpolitikai irány az mindig nagyjából egyforma volt. Ehhez képest most azt látjuk, hogy már ez is megtörni látszik, ez a fajta prioritás. Teljesen, sok tekintetben teljesen máshogy látják az Egyesült Államok helyét és szerepét a világban. De ez megint nem egy ma kezdődő vita, hogy Amerikának be kell lezárkóznia, vagy pedig jelen kell lennie a világban. Ha jelen kell lennie, akkor hogyan kell jelen lenni? Kereskedni kell a világgal, és majd ebből kialakul az, hogy egyébként a demokrácia is megy, vagy pedig vinni kell a demokráciát, vagy azt kell mondani, hogy minket nem igazán érdekel senki másnak a problémája. Nyilván ezt ma már Amerika nem teheti meg. Tehát olyan szuperhatalmi pozícióban van, és tényleg sok tekintetben probléma egyébként, hogy kihívó nélkül van, hogy nem tudja azt megtenni, hogy ő csak saját magával foglalkozik, mert gazdaságilag, katonailag és egyébként a soft power révén annyira be van kötve Európába, Ázsiába, mindenhova. Nyilván a legelsődleges problémája, vagy legelsődlegesebb problémája mindig is Közép- és Dél-Amerika lesz, hiszen az van hozzá a legközelebb, és az érinti leginkább, de vannak különböző érdekei a világon mindenhol. De még az előző kérdés, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy nem Amerika van, hanem esetleg Amerikák vannak, több Amerika van, több gondolkodás van, ahhoz nem csak jelenkori tapasztalatokra lenne szükségünk, de értenünk kellene azt is, hogy mi az, amin alapszik Amerika. Tehát meg kellene értenünk esetleg az ideológiát is, meg kellene értenünk azt is, hogy az ideológia mellett azért van némi pragmatizmus is. Tehát, hogy ugye az Egyesült Államok, mint egy második lehetőség volt nagyon sokáig, ugye az Európából, meg mindenhonnan kivándorlók számára, és ugye ők azt mondják, hogy de hát ők mások, mint a többi birodalom. Ők nem területszerző háborúk lévén lettek nagyjá, mint mondjuk a rómaiak, nem gyarmatosítás révén lettek nagyjá, mint mondjuk a britek. Mondjuk a területszerző háborúnál nyilván felmerül az a kérdés, hogy akkor James Polk az amerikai-mexikói háborúval pontosan mit is csinált, mert azért az egy nyersen területszerző háború volt, de... Vagy a gyarmatosítás esetén. És a gyarmatosítás esetében pedig nyilvánvalóan élnek, vagy élhetnek Kubában, Puerto Ricóban, Hawaiion, akik ezt máshogy látják, ezt a kérdést, de az ideológia mögötte az, hogy ők teljesen máshogy épülnek fel, mint a megelőző birodalmak, tehát nem nyers katonai erőre épülnek, bár nyilvánvalóan a nyers katonai erő az megvan az Egyesült Államoknak, na de miért tehetik meg azt sok más mellett, hogy azt mondják, hogy ők nem nyers katonai erőre épülnek. Mert van mögöttük, vagy mellettük egy olyan soft power, amelyik semmelyik másik birodalomnak nem volt meg. És semmelyik másik potenciális kihívónak nincs meg ma. Hát én őszintén nem tudom elképzelni, hogy bármelyikünk kínai, orosz vagy indiai filmeket néz szakmányban. Amerikaiakat viszont igen. Orosz, kínai vagy indiai zenét hallgatunk rengeteget. Amerikait viszont igen. És ez egy olyan jellegű erőt ad, függetlenül a katonai erőtől, ami nagyon fontos az Egyesült Államoknak, hogy egyszerűen ezzel nem lehet felvenni a versenyt. Nagyot mosolyogtál, Burcsú. Igen, mert én kortárs amerikai komoly zenét hallgatok inkább. Amikor 1830 körül Alexis de Tocqueville végutazza az Amerikai Egyesült Államokat, legalábbis egy részét, az adta 9 hónap alatt, akkor azt mondja mindamellett, hogy próbálja megtalálni az Amerikai Egyesült Államoknak ezt a kivételes természetét. Azt mondja, hogy az Egyesült Államokban nem csak béke van, hanem biztonság is van. És tulajdonképpen arra utal ezáltal,
hogy a béke kifejezésben biztos, hogy Tocqueville tudta ezt a régi definíciót, ami Szent Ágostonnal megy vissza, hogy pax est tranquillitas ordinis. Azaz a béke, az a rendnek a nyugalma. Tehát nem csak arról van szó, hogy béke van, és haj, de jól el vagyunk, éppen nem esünk egymásnak, egymás torkának, hanem az van, hogy van egy rend, és ezt fedezi föl biztonságként Tocqueville, van egyfajta rend, ami megteremti a nyugalmát egy állam struktúrájának. És ez, ami tényleg eredeti tapasztalat lehet az innen oda menő embereknek, tehát nincs ez a fajta nyugtalanság magában az állam szerkezetében, nincs ez a fajta idegesség, amivel nagyon sokszor manapság itt is találkozunk. Tehát ez a tranquillitas eredménye tulajdonképpen annak a fajta rendnek, amire mindannyian vágyunk. Viszont ugye Pax Americana, azt ugye elfogadjuk, hogy ez a történet ugye mindig kívásokkal teli, mindig meg lehet kerülezni, mindig relatív. Tehát a béke az, ahogyan a történelemben, itt ebben a történelemben, ebben a halmazban megvalósul, az tulajdonképpen mindig csak relatív lehet. Tibor, te említetted, hogy vannak az új birodalmak, amik törekszenek föl, de hát ki akarna adott esetben Kínában vagy Indiában élni, mikor de szabad is lehet. Hallunk tömeges illegális bevándorlásról Észak-Koreában? Honnan tudjuk egyébként, hogy azok, akik ott élnek, nem, vagy azoknak jelentős része nem érzi magát abban a rendszerben szabadnak, és nem érzi mondjuk az előre jutásnak a lehetőségét. Azokat a világokat sem ismerjük. Uh-huh. Viszont itt nem arról van szó, hogy ők hogy érzik magukat a saját kultúrájukban, hanem abban arról, hogy számunkra tudnak-e alternatívát ajánlani az Egyesült Államokkal szemben. Én azt de akarnak-e olyasfajta alternatívát ajánlani, mint amit az Egyesült Államok mondjuk egy erőltetett demokráciaexportot, ellentétben azzal, amiről ti is beszéltetek, Krisztián is beszélt, hogy kereskedni akarnak, ők a jólétüket akarják növelni, és ugye erre mondják, hogy van a kapitalizmus, nem, kapitalizmusok vannak. Nagyon sokféle kapitalizmus van, és egy-két ország kivételével a világon, Kuba, még Venezuela sem, de az összes többi országban nagyjából már kapitalizmus van, bár lehet, hogy államkapitalizmusnak nevezzük még ebben a pillanatban, mert az államszocializmust váltotta le, de kapitalizmus van. Én még egyszer azt mondom, hogy egy India, Kína, én nem érzem úgy, hogy birodalmi kihívója akarna lenni az Egyesült Államok a globális szinten. Azért, de az Egyesült Államok meg úgy látja, hogy kihívója akar. Mert nekik azért egy birodalomnak mindig... Kamala Harrisnek a tajvani flotta tüntetése, az több volt, mint provokáció. Ez, én még egyszer mondom, nem vitatom el, de akkor fogom Kínát komolyan kihívónak tekinteni, hogyha nem csak lelovagolnak a Tajvannal szemközti tengerpartra, mint tették az 50-es években 5-ször, és akkor megjelent ott az 5. amerikai flotta, és azt mondta, hogy tényleg? Nem csak vicceltünk. Tehát ugye ezt hívták úgy, hogy Offshore Island Crisis, igaz? Tanították nekünk minden diplomácia történeti kurzuson az Eisenhower korszakról, hogy ott meghúzták a határt. Na majd, ha Kína ezt a határt tényleg megpróbálja erőszakkal átlépni, akkor érzem úgy, hogy kihívó lesz. Az, hogy valaki kereskedni akar, akár egy India, akár Kína alternatívát ajánl, például az Európától elzárt orosz gáz vagy olaj számára, az teljesen természetes. Tehát ezt nem látom kihívásnak. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok ebben a mostani legglobálisabb Pax Americanában tényleg eljutott oda, ameddig reálisan eljuthat. Tehát akit tud integrálni az amerikai birodalom, most már beleértve a finneket és a svédeket is, ők már benne vannak, akik még számítanak, azokat nem fogják tudni, és szerintem nem is igazán akarják Kínát, Indiát. Én ez a Kína-India kérdéshez, vagy a Kína kérdéshez még annyit tennék hozzá, hogy ahhoz, hogy mondjuk az Egyesült Államok hegemon legyen, vagy primátusa legyen, vagy birodalom legyen, teljesen mindegy, kell egy szövetségi rendszer, tehát amire támaszkodik. A szövetségi rendszernek többek között kell egy olyan külső idézőjelbe fenyegetettsége, ami összetartja. Tehát a Szovjetunió eltűnt. Tehát most sokak szerint a Kína a második Szovjetunió. Tehát kell valami ellenségképet kreálni. Annak idején a
a szeptember 11-i támadás után a nemzetközi terrorizmust akarták egy ilyen stratégiai fenyegetésnek beállítani, ami nem az volt, tehát nyilvánvalóan inkább egy rendőri akció, és nem pedig egy ilyen nagy szabású katonai stratégiai mondjuk operáció kellett ahhoz, hogy a terrorizmusnak a legalábbis a meleg ágyát meg tudják szüntetni, de szerintem Kínát is bizonyos mértékben tudatosan úgymond feljátszák, mint egy fajta egzisztenciális fenyegetés. Legalábbis, hogy nem tudom, az a veszőparipám, mindig a történelmről beszélek, ami hát vagy magyaráz, vagy nem magyaráz dolgokat, de Kína soha nem volt terjeszkedő, mert úgy, hogy, soha, hogy a történelem folyamán, India soha. Hasonlóképpen. Tehát az, hogy Kína mondjuk Tajvant a saját területének tekinti, az még a kínai történelmből kiindulva még elmegy, de Kína mondjuk soha nem próbált gyarmatokat Afrikába és így tovább. Amikor egy ilyen hajó hadat küldött, azt hiszem Afrikába a 16. századba, utána amikor hazatértek, akkor a császár fölégettette a hajókat, hogy még egyszer ilyet ne csináljanak, és Kínának a dolga az, hogy azon a területen jó, nyilván van terjeszkedő, Mongólia, meg Indiával pontosan van egy területi vitája, a kínai-vietnámi örök barátság sem mindig örök barátság volt. Ezt azért voltak háborúk, közvetlen a vietnámi háború után, az Egyesült Államok vietnámi regionálisan, de nem valószínű, hogy Kínának olyan elképzelése lesznek, és nincs is képessége, hogy úgynevezett erőkivetítési képességgel ő megjelenjen Dél-Amerikától kezdve Európáig. De nagyon jó, hogy most Kínáról beszélgetünk, miközben az előbb láttuk a képeket Biden és Zelenszkij tárgyalásairól, hogy miközben Kína a kijelölt ellenfél, mindeközben Ukrajnában vív proxy háborút az Egyesült Államok és Oroszország, sőt mondhatjuk azt is, hogy az Egyesült Államok lassan kivonul és átterheli Európára az ukrajnai háborúnak a dolgait, a terheit. Én azért még Kínára visszatérve és Indiára, lehet, hogy az Egyesült Államok vezetői többet tudnak, mint mi. Ezzel azt értem, hogy föltételezem, legtöbbet a világról, föltételezik azt, hogy mivel nekik is egy vallási háttérből jön tulajdonképpen az indítatásuk, hogy egy vallási filozófiai háttérből, Kína és India mögött föltételeznek egyfajta vallási, mondjuk kínai univerzalizmust, vagy éppen India mögött egyfajta vallási filozófiai szellemi magot, ami majd azt a katonai hatalmat valós birodalommá tudja tenni. Tehát valósan képes megszervezni. Na és az lesz az igazi kihívás majd az Egyesült Államok számára. Lehet, hogy erre készülnek. Csak ez megint annak a kérdése, hogy ismerik-e, és tanítják-e, és tanulmányozzák-e a történelmet. Pont azért, mert Kína és India nem most, nem egy feltétlenül birodalomépítő és jelentős területszerző, vagy jelentős területszerzési igényel fellépő ország, de nem igazán voltak azok, leszámítva a regionális konfliktusokat, a történelem folyamán sem. Az meg, hogy most éppen Ukrajnában milyen háború zajlik, hát azért az orosz-ukrán háború az Egyesült Államok szempontjából, nem azt mondom, hogy logikus, de kapóra jött. Tehát, hogy ilyen kevés pénzből ilyen jót saját maguknak nagyon régen csináltak. Tehát az orosz hadsereg gyakorlatilag leamortizálódik Ukrajnában. És ráadásul most már Európa adja a pénzt. És ez Amerikának a saját katonai költségvetéséhez képest kerekítési hiba, amit ők pénzben, fegyverben beleölnek Ukrajnába. Az egy másik kérdés, hogy mondjuk Európa mennyire lesz képes helyettesíteni az Egyesült Államokat, ha és amennyiben az Egyesült Államok pénzügyi vagy éppen katonai a forrásai azok kiapadnak. Hát azért tegyük egymás mellé az amerikai hadipart, meg az európai hadipart, és akkor szerintem könnyen meg tudjuk válaszolni a kérdést. Tehát amikor már az a kérdés merül fel Európán belül, ugye ez egy német-francia vita, hogy az európai hadipart kell felfuttatni, és ebből adjunk fegyvert Ukrajnának, vagy fogadjuk el, hogy nem vagyunk képesek annyi mondjuk tüzérségi lőszer gyártani, vegyük meg Amerikától, és úgy adjuk oda Ukrajnának. Tehát akkor leginkább Európa veszít a konfliktuson. Azért azt hozzátenném az ukrán kérdéshez, hogy éppen napokban egy kongresszusi vitában hangzott el, hogy reál értéken, tehát
mai dollárra átszámolva már több pénzt fetszoltak Ukrajnába, mint a Marshall tervbe. Tehát értem, hogy ennek egy jelentős része visszafolyik az amerikai hadiparba, roppant kényelmes, leszakítja Európát az orosz gázról, tehát tényleg szolgálja az amerikai célokat így ez a konfliktus, de azért nő az elégedetlen. Én tényleg úgy érzem, hogy legalábbis retorikai szinten megjelent az ellenállás. Fél évvel ezelőtt én nem emlékszem olyan kongresszusi vitára, ahol fölmerült volna, hogy ne támogassák Ukrajnát, vagy bármihez is kötnék az ukrajnai támogatásokat. Na de ez a vita hogyan szolgálja az amerikai birodalmi érdekeket? Ez nem a birodalmi érdekeket szolgálja, hanem a választási kampánynak a részt. Na ez az. Itt jön a következő probléma. Van egyfajta sajátos dinamikája. Nekik kell, tehát nekik kell konfrontálódni, és ez a birodalmi logikából jön igazából. Tehát nekik ez nem az, hogy ideológilag kell ott lenni, hanem tulajdonképpen a birodalmi létből ered az, hogy konfliktusokban jelen kell lenniük, és mindenképpen meg kell nyilatkozniuk. Választás. Egy pillanat, egyetlen gondolatot még ehhez. Tehát azért az amerikai külpolitikának a század, tehát a Wilson óta abszolút része egyfajta idealizmus, ami valóban őszinte. Tehát ezt véresen komolyan gondolják. Legyen ez a demokrácia export. Wilson ki is vonult a népszövetségből, és mindenünnen éppen ezért, nem az ő idealisztikus elveit nem lett. A republikánusok mondták azt, hogy nem szavazzuk meg, mert olyan kollektív biztonsági megállapodás van benne, amit nem vállalunk fel békeidőben. Következő körben Roosevelt ezt már úgy rendezte, igaz, hogy az ENSZ-el kapcsolatos megállapodások már régen a helyükön voltak, mire véget ért a háború. Tehát az volt a kérdés, hogy németül fog-e beszélni mindenki, vagy ez lesz. Hát ott Teherántól kezdve folyamatosan építették fel. De ott már tudatosan rákészültek arra, hogy nemzetközi szerepvállalás lesz belőle. Tehát, hogy nem lesz olyan elzárkózás, legalábbis Európa felé, mint az első háború után. És a mostani világban is látjuk ugyanezt a fajta idealizmust. Tehát ez szerintem magyar aggyal, vagy európai aggyal, az európai diplomácia, ilyen diószegi tanárúféle diplomácia történeteken felnőve, ezt a legnehezebb megérteni, hogy ebbe tényleg van egy őszinte idealizmus, hogy jobbá akarják tenni a világot. És akkor ezzel együtt jár a türelmetlenség, hogy miért nem értik már, hogy mit akarunk. És akkor ezt csak egy gondolatot tegyünk hozzá, hogy mennyire nem változik a világ. Ugye emlékszünk arra a beszédre, amikor az hangzott el, hogy szabaddá kell tennünk a világot a demokrácia számára. Na akkor Biden elnök beiktatási beszédében mi volt az a mondat, ami elhangzott? Hogy Amerika nem az erő példájával, hanem a példa erejével akar menni. Tehát ugyanez az idealizmus. Tényleg azt gondolják, hogy az a rendszer, amit ők, az a fajta demokrácia, amit ők terjesztenek, az a jó demokrácia. És aki nem érti, vagy ennek ellene van, azt valamilyen formában meg kell győzni arról, hogy már pedig ez a jó demokrácia. Változhat ez a választások után? Eljöhet? Ugye most azt mondjuk, hogy a harmadik Pax Americana az nagyjából megbukott. Nem vagyok benne biztos. Vagy recsegroppok. De hogy ez átalakulhat egy negyedik Pax Americanával, vagy folytatódik tovább ez a dolog? Mi lesz a választások eredményét? Bár nehéz megjósolni Amerikában, látva az előző választást, de az látszik, hogy most nem orrhosszal, hanem egy egész lóhosszal vezet Trump ebben a pillanatban. Hát Amerikának érdekei vannak, és azért ezek az érdekek január 20-án délben nem fognak megváltozni alapvetően. Tehát más eszközök feltehetően lesznek, más hangsúlyok feltehetően lesznek, de nyilvánvalóan, és hogyha igaz az, már pedig szerintem igaz, hogy itt nem eszemében az elnök dönt, hanem hát egy eléggé bonyolult folyamat van, érdekcsoportoktól kezdve gazdasági, pénzügyi, katonai és egyéb érdekek. Azért mély állam? Hát így is lehet fogalmazni. Két mély állam van, vagy csak egy mély állam van? Van trumpista mély állam, és van bidenista, vagy csak egy mély állam van? Hát szerintem inkább egy, vagy ha nagyon kompromisszumkés vagyok, akkor azt mondom, hogy másfél. De, és a fél a Trumpnál. De mondjuk a demokrata és a republikáns elit azért nagyon nagy mértékben mondjuk egymást átfedi. Tehát a Wall Street az Wall Street marad, a nagy iparvállalatok, olajvállalatok, hadipari vállalkozók azok úgy, hogy megmaradnak, mezőgazdasági érdekek megmaradnak, a Monsanto érdekei megmaradnak, a Black
BlackRock érdekei megmaradnak, és így tovább, vagy a nagy, mondjuk a közösségi média, a birodalmak megmaradnak. Nyilvánvalóan más hangsúlyok lehetnek, de azért emlékezünk vissza Trump első elnökségére, vagy az elnökségére eddig, ott azért nem fordította fel a világot fenekestül, nem volt 180 fokos fordulat. Tehát bárki is győz, akár Biden, akár Trump, akár egyik sem, mert mind a kettő valamilyen módon kihullik a rostán, ami hát nem valószínű ilyen piatban. Nem hiszem, hogy drámai változások lennének az amerikai külpolitikában. Másfél percünk van, 30-30 másodperc. Nagyon gyorsan, tehát én nem érzem, hogy az amerikai Pax Americana akkora válságban lenne. A válság az volt, amit mondjuk 69 és 75 között láttunk. Vesztes háború, gazdasági nehézségek, alkotmányos botrány, Watergate körül. Úgy fordultak rá a bicentenáriumra, hogy 74-ben lemondott az elnök, hogy megúszta az impeachmentet. Az igen. Ez a mostani, látok válságjeleket, nem vitatom el. Közel nincs olyan szintű válságban szerintem az amerikai birodalom, sem katonailag, sem gazdaságilag, sem presztízsét tekintve, mint akkor volt. Tehát szerintem ez még egy ideig jól lesz, ez a harmadik Pax Americana. A második világháborúban egy birodalmat legyőz az Egyesült Államok, utána a hidegháborúban még egyet, ez páratlan tapasztalat. Tehát én sem gondolom azt, hogy ezt, tehát ennek még az utóőzőnge jön erősek, hogy nem hiszem, hogy nagy változás lenne. Akárhány mély állam is van, én egy erős Európát szeretnék. Tiéd a végszó, Krisztián. Választások után alapvetően amerikai érdekei valóban nem változnak meg, és azt a hibát nem szabad elkövetni, amit nagyon sokan elkövetnek, akik évtizedek óta arról beszélnek, hogy Amerika most már hanyatlik, és holnap biztos, hogy meg fog bukni. Nem. Tehát onnantól kezdve, és ez megint egy történelmi tapasztalat, onnantól kezdve, hogy Róma elkezdett hanyatlani, odáig, hogy Róma megbukott, évszázadok eltelhettek. Amerikában, hogy most válságjeleket látunk, odáig, hogy Amerika ha és amennyiben egyáltalán valaha megbukik, odáig évszázadok eltelhetnek még. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt voltatok, köszönöm azt is, amit elmondtatok, nagyon izgalmas volt. Önök pedig az Ez itt a kérdés, látták műsorunkat, újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on, és meghallgathatják a Spotify-on. A nyugati világ fölénye az oktatásban megbukni látszik, de mi lehet a kiút? A konzervatív oktatás visszatérése? Ezzel foglalkozunk a holnapi Ez itt a kérdésben, tartsanak velünk akkor is, én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Thank you.